Köszönjük szépen! Már is folytatódik a régi idők majálisa, de előtte vegyük át, hogyha valaki nem tudná, hogy mi is az a májusfa, és hogy milyen népszokás kapcsolódik hozzá. Hiszen úgy volt az valamikor, hogyha egy legény szerelmes volt egy leányba, akkor május 1-jére virradó éjjel szalagokkal, apró ajándékokkal feldíszített fát állította a szeretett leány kapujába. Így kérte meg a leány kezét. De vigyáznia kellett, őrizni is kellett ezt a fát, mert hogyha volt egy rivális legény, az orvul ellopta azt. Tehát ezt nem volt szabad hagyni. Aztán a válaszra is várt nyilván a legény, a szerelmes legény, és ez mindig nagy titokban történt, de amikor kiderült, hogy ki volt a lánykérő, a leány egy keszkenőt hímzett a legénynek viszonzásul. Így fejezte ki, hogy ő is szereti a legényt. Ilyenkor mulatságot rendeztek, mert az sose rossz. Megvendégeltek minden arra tévedt embert, falubélit, ebből ad egy kis ízelítőt most az Aranymálinkó hagyományőrző néptánc együttes, a koreográfusok, Leskó Deli Tercia és Leskó Gábor. Lássuk, hogy hogyan is történt ez a bizonyos májusfa állítás. Yeah.
Köszönjük szépen a tapsot!